Sziasztok! Már rég jelentkeztem vlog bejegyzéssel, pedig ezt a témát már hetekkel ezelőtt szerettem volna egy picit körbejárni a saját gondolataimmal, de hát annyi munkánk volt most így júliusban, augusztusban, hogy egyszerűen nem maradt időm még arra se, hogy egy pár perces ilyen vlog bejegyzést készítsek. Tehát ugye mindannyiunkat érint, mindannyiunk kvázi legalábbis a többség vesztesei vagyunk annak, ami most zajlik Magyarországon, de akár Romániában, Európában, a világon, és az nem más, mint ez a mérhetetlen infláció. És ahogy a címben is megfogalmaztam, hogy az infláció nem más, mint az ember elértéktelenítése, ezt egy picit meg kell magyaráznom, egy kicsit magyarázatra szorul, hogy ezt miért is gondolom így. Ugye kezdjük azzal, hogy mi is az infláció. Gyakorlatilag, hogyha a saját szavaimmal akarom megfogalmazni, ez nem más, mint a pénzünknek az elértéktelenedése, és nyilván itt nem magáról a pénzről van szó, hanem a pénzért megvásárolható különböző javak, tehát alapvető dolgok, energia, élelmiszer, és hát minden egyéb, amit pénzért kapunk. A pénz pedig nem más, mint a munkánknak, a nagy többségnek a munkájának az értéke, mert nyilvánvaló, hogy van egy szűk réteg a világon, ahol a pénzt nem azért tudja megszerezni XY, vagy egy cég, vagy egy társaság, mindjárt megint vihar lesz. Tehát egy cég vagy egy társaság, mert mondjuk a munkáját adja, hanem azért, mert mondjuk pénzből csinál pénzt, vagy úgy rendelkezik különböző erőforrások, lehetőségek bármi felett, hogy az már önmagában érték. De mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát maga az infláció az nem más, mint a pénz elértéktelenedése olyan vetülettel, hogy mondjuk azok a javak, amiket megvásárolunk, azok egyre drágábbak lesznek. Kezdjük az energiával, tehát ugye most itt azt mondják, hogy gyakorlatilag a mostani inflációnak az alapvető oka az maga a háború, és persze az egyik oldal szereti azt mondani, hogy ezért Oroszország a felelős, holott az már csak egy következmény, hogy az oroszok energiáját, energiahordozóit ugye Európa nem akarja megvásárolni, ezért hiány keletkezett, ezért drágulás, és a többi, és a többi, és a többi. És hozzáteszem, hogy az a réteg, amelyik ezt az egészet szabályozza, amelyik ezeket a gazdasági lépéseket kikényszerítik, azoknak a képviselőit nem nagyon hagyja meg az infláció. Nyilván ők is többet fizetnek, de hát olyan fizetésük van, meg olyan vagyonok felett rendelkeznek, hogy nekik kvázi tulajdonképpen tök mindegy, hogy mennyiért veszik a gázt, az üzemanyagot, az élelmiszert, és a többi, és a többi. Tehát elmondható az, hogy olyan emberek szabályozzák, vagy olyan embereknek köszönhető, olyan gazdasági csoportoknak köszönhető ez az inflációs probléma, akiket igazából nem úgy érint, ahogy az átlagembert, ugye? Ráadásul arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan sokat is keresnek ezeken a válságos helyzeteken. Az energia pedig olyan dolog, hogy ugye minden energia, ami körülvesz bennünket a világban, az, hogy ezt egy ilyen kapitalista, pénzorientált, profitorientált rendszerben tesszük, hát ez nyilvánvaló, hogy nem használ, főleg az emberek többségének, mert minden technológiánk, minden tudásunk, minden lehetőségünk megvan arra, hogy korlátlan, kvázi ingyen energiával lássunk el mindenkit a világon, legalábbis az emberek többségét. Ugye ide kívánkozik Paks 2-nek is a kérdése, ahol az utóbbi időben felmerült már több esetben is, illetve több posztban is olvastam, illetve hallhattam különböző emberek szájából is, hogy Magyarországon a paksi atomerőmű a teljes lakosságot el tudná látni olcsó, 12 forint valahány
tehát 12 forint körüli energiával, ugye ez egy adott mennyiségre vonatkozik ez a 12 forint, és ehelyett az ötszörösét, vagy nem is tudom hányszorosát fizeti a magyar lakosság. Megújuló energiák, hát igen, ez megint egy olyan kérdés, hogy megosztja az embereket, mert azt mondják, hogy oké, hogy napenergia, de a napenergia eszközeinek a legyártásához mekkora környezetszennyezés párosul, és a többi. Tehát lényeg az, hogy látjuk azt, mondjuk akár Paks esetében, vagy mondjuk vegyük az orosz gázt, hogy ugye a magyar kormány előszeretettel hangoztatja, hogy mi ötödáron kapjuk az oroszoktól a gázt, mégis sokkal drágábban adják a lakosságnak, mint mondjuk néhány európai országban, ahol piaci áron adják a gázt, és mégis olcsóbban tud a lakosság hozzájutni, mint mondjuk Magyarországon. A másik a kérdés a nyersanyag. Ugye a Covid idején már felvetődött ez a probléma, hogy nagyon sok gyárat, meg mindenféle helyeket érintett az, hogy bezárták, nem működött, nyersanyag hiány keletkezett, és a többi. Most ez a háborús helyzet, illetve ennek az intézkedései megint rátettek egy lapáttal erre az egészre. De hogyha nincs is háborús helyzet, nincs is Covid, és nincs infláció se, akkor is a nyersanyagok azok végesek a Földön. Tehát szokott lenni ilyen táblázat, vagy egy ilyen időpont, hogy mikortól már nem használ. Tehát mikor van az, hogy a... hogy fogalmazzam? Tehát ugye van egy időpont minden évben, hogy innentől kezdve elfogyott az adott évre vonatkozó nyersanyagunk, onnantól kezdve már a következő évnek a nyersanyagait használjuk. Most ezt így pontosan utána kellene néznem, hogy mi is ez. De lényeg az, hogy sokkal többet fogyaszt. Kifli, fejezd be! Itt lófrál körülöttem, mert azt akarja, hogy foglalkozzam vele. Na. Tehát a nyersanyagokkal ugye, tehát induljunk ki abból, hogy nekem az egyik veszőparipám az erőforrás alapú gazdaság, nem pedig ez a profitorientált kapitalizmus, ahol fel kellene mérnünk, hogy miből mennyi nyersanyagunk van. Ugye maga az ipari termelés is ma úgy zajlik a világban, hogy a profit mindenek előtt, az nem számít, hogy mennyi nyersanyagot fogyasztunk el, és hogy nem marad a következő generációknak. Rengeteg olyan cuccot gyártunk a világon, ami hát egyrészt fölösleges, de most nem is ebből indulok ki, hogy vannak fölösleges kacatjaink, amiket kár legyártani, hanem amiket legyártunk, azok is gyakorlatilag nagyon hamar elévülnek. Vegyünk egy autót, egy hűtőgépet, egy telefont. Gyakorlatilag ugye ezeknek a gyártása úgy zajlik a világban, hogy tudatosan beépítenek olyan problémákat, vagy tudatosan nem úgy készítik ezeket az eszközöket, hogy sokkal hosszabb életűek legyenek. Aki látta a Villanykörte összeesküvés című dokumentumfilmet az interneten, a YouTube-on, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, mert ugye a gazdaságot jelenleg az pörgeti, hogy minél többet fogyasz, minél többet vegyél, ne tartson a telefonod 10-15 évig, a televíziód, az autót 30 évig, 40 évig, hanem minél előbb menjen tönkre, hogy te vásárolj újat. Na most egy véges rendszerben végtelenül növekedni képtelenség, és már pedig a Föld, mint olyan, az egy véges rendszer, végesek a nyersanyagaink, és hogyha ezeket ilyen pazarló módon használjuk, akkor az előbb-utóbb problémához fog vezetni, nem tudom, hogy melyik milyen szinten van, kifogyóban, kimerülőben, de tehát ez visszatérés, megint visszacsatolás az erőforrás alapú gazdaság gondolatiságához, hogy ilyen pazarló módon, hát nem tudom, tehát ezt mindenki érti, hogy mit akarok ezzel mondani. És nyilvánvaló, hogy azt is el kell mondani, hogy a jelenlegi gazdaság teljes egészében mindenhol a világon a hiányra épül, illetve a hiányra alapoz, mert amiből hiány van, amiből kevés van,
azt lehet profittal eladni. Tehát mondjuk kimész a piacra, és mondjuk rossz volt a paprika termés, és kevés embernek, kevés kereskedő képes paprikát árulni, akkor föl fogja strófolni az árát, mert nagy kereslet van rá, ugye sokan akarnak paprikát, ezért ők tudják ezt drágán adni, tehát azt tudja majd megvenni, aki megfizeti. Hogyha ellenkezője van mondjuk, hogy nagyon jó volt a paprika termés, és minden árus paprikát árul, és nincs ekkora kereslet a paprikára, akkor egyre jobban mennek lefelé az árak, mert mindenki meg akar szabadulni a paprikától. Tehát a gazdaságban minden egyes dolog, ami hasznot tud hozni, abból muszáj mesterséges hiányt generálnia, vagy legalábbis alacsony termelést produkálni, mert így lehet profitot realizálni a dolgon. Amiből bőség van, amiből sok van, azon nem lehet profitot realizálni, és mivel ez a profit szemlélet, meg ez a profit működteti az egész gazdaságot, ezért a bizonyos mértékű inflációk mögött is azok a gazdasági érdekcsoportok állnak, akiknek érdekük az, hogy ilyen hiányt gerjesszenek. És ugye akkor itt vissza is csatolhatunk oda, hogy most akkor hogy is van ezzel az energiával, meg az energiahordozókkal. Ugye az csak egy külön kitétel, hogy az embernek gyakorlatilag mire van szüksége egészséges élelemre, tiszta ivóvízre és lakhatásra. Azt szokták mondani egyébként, hogy a kapitalizmus milyen jó, mert a piac szabályozza önmagát, és akkor ezt így sokan be is nyelik, hogy igen, tényleg ez a kapitalista rendszer a világon, ez a legjobb, holott ennek a nyertesei mindig azok a monopol helyzetben lévő cégek. Hát persze a kishalak is úszkálnak, és akkor ők is tudnak nyerni ezen, de igazából a nagy cégek, a nagy monopóliumok, a bankok és a mögöttük álló érdekcsoportok azok, akik mindig mindenen nyernek, akár egy gazdasági válságon is, és mindig az egyszerű kis emberek fizetik meg ennek az árát. Ugye Magyarországon is azt látjuk most, hogy kiket próbálnak újabb és újabb adókkal megterhelni, hát nyilván nem a multikat, nyilván nem a 100 leggazdagabb magyart, nyilván a miniszterek meg a parlamentben ülők fizetése most is emelkedett, ugye egyszer emelkedett a Covid idején is, de most is emelkedett, és szó nincs arról, hogy azokat a multikat, akik az életünk szereplői, azokat különösebb módon megadóztassák. Tehát ottból indultam ki, hogy azt mondják, azt próbálják elhitetni velünk, hogy a piac milyen jó, mert szabályozza önmagát, és ez a lehető legjobb módszer arra, mert mindenkinek egyenlő esélye van arra, hogy a piac szereplőjévé váljon. Ez egy nagy ordas, nagy hazugság. Egyrészt nem a piac szabályoz, hanem a piacnak bizonyos, kiváltságos szereplői szabályozzák az egész rendszert, az egész pénzügyi rendszert, ugye akiket mondtam, a multik, a bankok, és a többi, és a többi, és közben elhitetik velünk, hogy ez nekünk milyen jó. Hát ugye volt már egy ilyen rendszer, a szocializmus, ahol ami emberarcúbb volt egyébként, mint a kapitalizmus, annak ellenére, hogy, hogy megvoltak a maga hátulütői és maga óriási hátrányai, de hát amikor ugye rendszerváltás történt Magyarországon vagy a keleti blokkban, akkor az emberek többsége nem gondolta volna, hogy ennyire rossz lesz ez a kapitalizmus, legalábbis a többségnek, mert nagyon sokkal több vesztese van, én úgy látom a kapitalizmusnak, mint volt mondjuk a szocializmusnak. De most ebbe sem menjünk bele, mert ezzel megint lehetne vitatkozni, hogy ez most így van-e, vagy nem így van, ez jó-e, vagy nem. Tehát ugye azzal kezdtem az egészet, illetve azt a címet adtam, hogy maga az infláció az elértékteleníti az embert, és ugye picit rá próbáltam a gondolataimmal rávilágítani arra, hogy ez az infláció, ez nem valami úgy, hát úgy jött, és akkor úgy mindenki meglepődik, a gazdaság minden szereplője, úristen, hát jött, hát erről nem tehetünk, most ilyen helyzet van, a fenét, itt mindig valakik pontosan tudják előre, hogy mi fog történni, sőt, még talán érdekükben is áll, hogy ez így megtörténjen.
És akkor eljutunk odáig, hogy az ember elértéktelenítése, persze az emberi értéket nem az szabja meg, hogy mennyi pénze van, bár ugye a magyar kormány egyik oszlopos tagja, talán Kövér László, vagy nem is tudom ki volt az, aki mondta ezt évekkel ezelőtt, hogy mindenki annyit ér, amennyie van, meg ugye Orbán Viktor legutóbb azt mondta, hogy hát, hogyha valaki nem tudja kifizetni a gázszámláját, akkor fűtsön kevesebbet, vagy keressen több pénzt. Tehát ez egy annyira cinikus, tehát ebből látszik az egész Fidesz kormánynak a cinikus hozzáállása a hétköznapi emberekhez, hogy ilyeneket képesek kinyomni a szájukon, és nem fájdul bele a fejük, vagy nem tudom, tehát nem csap rájuk a ménkő, amikor ilyeneket megfogalmaznak. Ezek a kis elejtett, tehát bármit is mondanak, hogy mi a magyarok, emberek érdekeit szolgáljuk, meg így, meg úgy, meg megvédjük a rezsicsökkentést, ezek ilyen lózungok, amiket megírnak nekik szakemberek, vagy nem tudom, hogy ezt súlykolják, mondják, és az ember olyan, hogyha sokat hallja ezt a tévében, már pedig bizonyos réteg állandóan a tévét bújja, és onnan tájékozódik, és elhisz mindent, amit a tévében hall, akkor azt úgy el is fogadják az emberek, még akkor is, hogyha nem a saját bőrükön ezt nem tapasztalják, de mondom, az ilyen elejtett megjegyzések, amiket így mondanak, azok pontosan rávilágítanak arra, hogy ők valójában leszarják a magyar népet, a magyar nemzetet, és a saját gazdagodásuk, a saját hatalmuk az, ami fontos. És azon túlmenően csak annyit hajlandók tenni, vagy még annyit sem néha, amennyivel ezt a hatalmat meg tudják maguknak tartani. De megint elkanyarodtam egy picit, térjünk vissza az ember értékére. Ugye mi szabja meg egy ember értékét? A tudása, a tettei, a közösséghez való viszonyulása. Tehát nagyon sok minden megszabja egy embernek az értékét. Nyilván nem lehet pénzre váltani senkinek az értékét, tehát nem lehet azt mondani, hogy XY ennyi tudással rendelkezik, ennyire jó ember, vagy nem jó ember, ilyen indexálás, olyan indexálás, és akkor ő ennyi, meg ennyi pénzt ér, tehát ilyen nincsen. Illetve mégis van, mert hogyha megnézzük mondjuk a Facebookot, a közösségi oldalt, ugye ott pontosan megvan az, hogy melyik felhasználó mennyit ér a Facebook számára. Független attól, hogy ugye az ember nem úgy fizet a Facebooknak, hogy pénzt fizet azért, mert használja, de ő, mint potenciális reklám célpont, pontosan bekategorizálódik a Facebook szempontjából, mert mit tudom én, ennyi idős, ilyen szokásai vannak, ezeket a csoportokat nézi, ezeket a hirdetésekre klikkel rá, és akkor a Facebook, amikor eladja a hirdetési felületeit, akkor pontosan beárazza a felhasználóit, és ilyen szempontból minden embernek van egy forintosított vagy dollárosított értéke, hogy mennyit ér mondjuk a Facebook számára. Tehát most ebbe a csapdába így nem menjünk bele, hogy egy embernek ilyen szempontból mennyi az értéke, de abba viszont mindenképpen érdemes belemenni, hogy az ember munkaerejének, idejének, életének az értéke az olyan szempontból mennyi, hogy ugye a mai rendszerben mindenkinek muszáj valamit dolgoznia azért, hogy fenntartsa önmagát, a családját, biztosítsa az élelmet, az energiákat az otthonához, otthona legyen egyáltalán, és ezért kénytelen eladni az idejét, eladni a tudását, eladni a munkáját, és amikor bekövetkezik egyébként ugye az emberek többsége az kvázi modern rabszolgaként dolgozik, mert ugye az én ismerőseimnek is a jelentős része, független attól, hogy szereti a munkáját, vagy nem szereti a munkáját, mindenképpen valakinek, valamilyen cégnek, valamelyek más embernek adja el az idejét, az értékét, és ezért ő pénzt kap, viszont nem nagyon rendelkezik a saját szabadsága felett, mert ugye egy év áll 365 napból, van 52 hétvégénk, az mondjuk 104 nap, plusz az ünnepek, plusz a 20 nap szabadság, és kijön az, hogy a 365 napból mondjuk mennyit, 200 valamennyit felett nem ő rendelkezik, tehát maximum
105, 125 ünnepekkel, 130, 150, tehát körülbelül 150 nappal rendelkezik, bár ez sem igaz, mert ugye a szabadságát sem mindenhol mindenki veheti akkora ki, amikor akarja, hanem megszabja neki a munkahelye, hogy na, most mehetsz szabadságra, vagy ekkor mehetsz, vagy akkor nem mehetsz. Ugye én utoljára a Magyar Postánál voltam 92, 91-92-93 közben egy évet katona voltam, és ott is megvolt az, hogy nem az volt, hogy én ekkor meg ekkor akarok szabadságra menni, hanem megmondtak, ja, hát abban az időszakban nem mehetsz, majd ekkor meg ekkor, sőt, köteleztek arra, hogy x időben mondjuk kivegyem a szabadságomat. Tehát visszatérve arra, hogy az emberek többsége ma ugye azért dolgozik, hogy élhessen, és sok esetben nem is marad egyébre pénze, mint hogy önfenntartást megvalósítson, és az idejének a kétharmadával nem ő rendelkezik, maximum egyharmada az, ami felett szabadon rendelkezhet. Én ezt maximálisan rabszolgaságnak nevezem, úgyhogy egy modern rabszolgakorban élünk, és akkor így lezárásképpen tényleg eljutottam oda, hogy az infláció nem más, mint az ember elértéktelenítése. Ugye, tehát az ember nem tud, ezt a kétharmad idejét tölti mondjuk a munkahelyével, vagy a munkájával, egy nap 24 órából áll, és már mindenki, illetve a többség már úgy van, hogy napi 8 óránál sokkal többet dolgozik azért, hogy meg tudjon élni. Nem tud az ember egyszerűen több időt dolgozni, ugye, ahogy Orbán Viktor cinikusan fogalmazott, hogy akkor keressen több pénzt, hát a többségnek ez nem fog sikerülni, hogy több pénzt tudjon keresni, viszont az infláció hatására a munka ereje értéktelenebbé vált, mert ugye most, hogy ugyanannyi pénzt meg tudjon keresni, vagy ugyanannyi élelmiszert meg tudjon venni, ugyanúgy ki tudja fizetni az otthoni rezsiszámláját, és a többi, és a többi, és a többi, sokkal többet kellene dolgoznia. És ez egyszerűen lehetetlen, ez képtelenség. Nyilván a fizetése meg nem fog emelkedni az infláció mértékének megfelelően. Tehát itt értem körbe a gondolattal, hogy maga az infláció, ami mesterségesen gerjesztett, meg tudjuk, hogy kik azok a piaci szereplők, vagy azok az emberek a világon, akik ezt gerjesztik, de sokan lehet, hogy nem gondolták ezt így végig, hogy az infláció oka, az okozatot, illetve a következményeit látjuk, de az okait nem biztos, hogy ilyen szinten megfejtették. Úgyhogy tényleg ezzel tudom zárni ezt a kis vlog bejegyzésemet, hogy az infláció nem más, mint mesterségesen az embernek az értékének, a munkaerejének, az idejének, a tudásának, az értékének a mesterséges leárazása, lealacsonyítása, hogy minél kevesebbet érjen. Na, köszönöm, hogy megnéztetek. Most már a szeptemberi időszaktól kezdődően picit több időm lesz arra, hogy bejegyzéseket készítsek, már fészbontó is lesz, és lesz egyéb műsor is, úgyhogy ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok, osszátok meg, és a többi, és a többi, és a többi. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!